halottak tömegei ajánlották Gattyány és Gödény György pártját. Az országos listaállítási csalás miatt több feljelentést is tettek már a helyi választási irodák. A legnagyobb visszaélésre, ami eddig kiszivárgott, Új-Budán derült fény, hiszen itt egyenesen 33 elhunyt személy szerepel például a Megoldás mozgalom által leadott ajánló íveken. Nyilvánvalóan korábbi adatbázisokból dolgozva törvénytelenül oda is hamisították az aláírásait a sok éve elhunyt jelölteknek. A Normális Élet pártja esetében hasonlóképpen állapította meg az Újbudai Választási Bizottság, és tett feljelentést amiatt, hogy halottak aláírásai szerepelnek az ajánlóíveiken. Szerte az országban megvalósultak ilyen visszaélések a Gattyány és Gödény György nevével fémjelzett pártok által leadott ajánlóívek esetében. Egy országosan szervezett politikus bűnözéssel állunk tehát szemben. A választások tisztaságának megóvása érdekében jogszabálymódosításra is szükség volna, hiszen bár feljelentések születtek, de ezeket a rendőrség jellemzően ezeket a nyomozásokat úgy zárja le, hogy a tettes rendre ismeretlen marad. A budapesti 4. választókerületből már kiderült, hogy mind a Megoldás mozgalom, mind a Normális Élet pártja nevű formáció halottak adataival élt vissza. Hasonlóképpen a Szolnoki Választási Bizottság is feljelentést tett, ott például a Normális Élet pártja esetében 20 halott aláírását találták meg. Szerte az országból jöttek még ilyen visszajelzések, és sajnos a választási irodák eltérően értelmezik ezt, és sokszor pusztán érvénytelennek minősítik ezeket az ajánlásokat, pedig itt sokkal többről, választásrendje elleni bűncselekményről van szó. Még hogyha a konkrét személyt nehezen is lehet meghatározni, a politikai felelősség egyértelműen a Normális Élet pártja és a Megoldás mozgalmat illeti. Az Orosházi Helyi Választási Bizottság azt is megállapította, hogy 3 olyan személy aláírása is szerepelt például az íveken, akik állították, hogy soha nem írtak alá ezeknek a pártoknak. Ugyanis a választópolgárok tehetnek a választások tisztaságáért, a választás.hu oldalon, akár online módon és a helyi választási irodát felkeresve is megkérdezhetik, hogy mely pártok ajánlóívein szerepel támogatóként a személyi azonosítójuk és az aláírásuk, odahamisítva jellemzően. Így tehát a választópolgárok is tehetnek annak érdekében, hogy napvilágra kerüljenek a különböző csalások. Ahogy a 2019-es EP választáson is a Jobbik ajánlóíveire is odahamisították korábbi szimpatizánsaikat, az egykor jobboldali, ma a baloldalra sorolt párt ajánló íveire, többek közt a Mi Hazánk mozgalom egyik helyi vezetőjét, aki feljelentést is tett, azonban sajnos a konkrét tettest ott sem lehetett megtalálni, hogy ki hamisította oda a Jobbik ajánló íveire 2019-ben az EP választás előtt az aláírását. Ahhoz tehát, hogy feltárjuk ezeket a különböző csalásokat, a politikus bűnözés szervezett formáját, arra buzdítjuk az embereket, hogy forduljanak a helyi választási irodákhoz, illetve online ügyfélkapus módon és más módon is van lehetőség a választás.hu rendszerén keresztül lekérdezni azt, hogy az ő nevükkel mely pártok éltek vissza. A Mi Hazánk mozgalom elkötelezett a választások tisztasága érdekében. Éppen ezért szeretnénk arra buzdítani a helyi választási irodákat, hogy ne csupán érvénytelennek nyilvánítsák ezeket az ajánlásokat, hanem a bűncselekmény egyértelmű gyanúja miatt tegyenek is feljelentést, ahogy azt már szerte az országban több esetben meg is tették. Az eddigi legkirívóbb számot mutató újbudai esetben a saját képviselőjelölti delegáltam a Mi Hazánk Mozgalom Választási Bizottsági tagja javaslatára tett feljelentést a helyi választási bizottság. Az előbb említett például a Megoldás mozgalom esetében 33 elhunyt személy neve mellett beszédes az a tény is, hogy nem a szokásos 6-700 aláírást, hanem egyenesen 1076 látszólagos ajánlást adott le a Megoldás mozgalom, amelynek a fele sem lett érvényes, tehát több mint fele érvénytelen, és hát nyilvánvalóan hamisítvány volt, ezért is kerülhetett 33 elhunyt személy ide, ahogy kerültek elhunyt személyek a Normális Élet pártja esetében is, itt Új-Budán és szerte az országban másutt is. Arra kérjük az országos választási irodát, hogy ezeket az ajánlásokat ne pusztán érvénytelennek, hanem csalásnak is minősítve tegyen feljelentést, és próbálják feltárni az elkövetők személyét.